Mai vendégünk Hubay Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke. Üdvözlöm, elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves Csokonos, én is köszöntöm a kedves tévénézőket. Elnök úr, hogyan haladnak a térség fejlesztései és beruházása is, természetesen górcső alá véve a TOP plusz forrásokat is? Én azt gondolom, hogy áll a Magyarország kormányának, aki saját erőből, 100% nemzeti forrásból előfinanszírozta ezt a nagyon fontos operatív programot, és az önkormányzatok felelősségvállalásának is hála az eredményes pályázatoknak köszönhetően immár több mint a 80%-a lekötésre került a vármegyei keretnek, és ebben a karcagi térség, a Nagykunság egészen jól áll. Hála Istennek a Tisza-tó térségével együtt immár a források 26%, megyei források 26%-a itt kerül felhasználásra, és ahogy említettem, a lekötés és a források biztosításával a projektek el is indulhattak. Gőzerővel folyik a legtöbb projekt esetében a tervezés, az engedélyeztetés és a projektmenedzsment rendszerint a tervek rendelkezésre állásának esetén indítja azokat a fontos közbeszerzési eljárásokat, amik a kivitelezéshez kellenek, és az eredményes közbeszerzési eljárásokat követően indulhat meg a kivitelezés, de van már olyan projekt, például Tiszaroffon is volt ilyen projekt, aminek a projektindítóján elmondhattuk, hogy a település élhetőbbé válását segítő források segítségével Magyarország kormányának köszönhetően a vármegyei keret felhasználása gőzerővel zajlik. Ugyanez van Karcagon, és ez egy nagyon érdekes időszaka most a TOP plusznak, hiszen még most zárjuk a TOP pályázatokat, a korábbi időszakot, és ezek a pályázatok idén december 31-ével befejezésre kerülnek, elszámolásra kerülnek. Többek között a Vármegyei Önkormányzat és a Területfejlesztési Ügynökség közös konzorciumában Karcagon is ennek a programnak köszönhetően valósul meg ipartöletfejlesztés a Vágóhíd úton. Hála Istennek ez a beruházás is az ütemezésnek megfelelően halad. Január végén indult a kivitelezés, és vélhetőleg most a Mikulás meg is fogja hozni a kulcsátadást, és jövő tavasszal már biotopba is veheti az első beköltöző a Vágóhíd úti parterületet. Ennek folyamánya, hogy a településeknek az adóereje, adóerő növekedése is jó erőben halad, hiszen nézzük azt az opciós lehetőséget, hogy az önkormányzatok milyen módon tudják a gazdaság élénkítésében kivenni a részüket, elsősorban ipartöret fejlesztésével, elsősorban az úthálózatnak a javításával, valamint áttételesen a lakosság életminőségének a jobb áttételével, akár a települések vonzerejének a növelésével, és ebben is Karcag és a térség kiemelkedően jól teljesít a vármegyében. Nagyon szépen hasznosulnak az élhető településekre rendelkezésre álló források. Most már a katolikus városrész belvízelvezetése, csapadékvízelvezetése is jó ütemben halad itt Karcagon. Ez is a település élhetőbbé tételét, az itt élő embereknek a nyugalmát, a biztonságát, a vagyonbiztonságot eredményezi, és ennek köszönhetően növekszik a település megtartóereje, és növekszik az ingatlanoknak a forgalmi értéke is. Azt se felejtsük el, hogy egy-egy ilyen önkormányzati beruházás nagyon komoly felhajtó erőt jelent az ingatlan forgalomban, és nagyon komoly mértékben növekszik például a térségben, de Karcagon is az ingatlanoknak a forgalmi értéke. Bízunk benne, hogy az inflációs nyomás és a háborús válságnak a következményei azok lassan tompulnak, és Magyarország is a gazdasági növekedésnek a pályára visszatérhet, mint ahol 2022 év elejéig tartott is. És hogyha ez a visszatérés a jövő évben eléri azt a 3-4%-ot, amit vár a kormányzat, az mindenféleképpen a Nagykunság gazdasági életére is egy nagyon pozitív hatása lesz. Ezt kell nekünk megtámogatni úgy, hogy az itt élőknek az életminősége is javulást mutasson. Ez a gyermeknevelési intézmény, tehát bölcsödék, óvodák, valamint a köznevelés, az általános iskolák, a tiszta profilú gimnáziumok fejlesztésén keresztül további forrásokhoz jut. Mi nagyon szeretnénk az aktív és ökoturisztikai attrakciót is fejleszteni, mint ahogy a gyógyhelyeknek a fejlesztését is. És például most itt vagyunk Karcagon, ez csak Karcag esetében, vagy a térségben Tiszafüred és Karcag között akár Beregfürdőt is említhetném, olyan aktív és ökoturisztikai fejlesztéseket, vagy olyan gyógyturisztikai fejlesztéseket és az önkormányzatok büdzséjét könnyítő energetikai beruházásokat jelent, ami nagyjából 2,5-3 milliárd forintot hoz a térségbe erre a célra, és növeli az önkormányzati fenntartású létesítmények energiahatékonyságát, megtakarítást eredményez a költség oldalon, és növeli a vállalkozások és a turisztikai
turisztikai attrakciók vonzerejét is, a gyógyhelyek, a gyógyfürdőknek a minőségét, az ottani szolgáltatásoknak a mennyiségét és minőségét egyszerre, és ez például a karcagi gyógyfürdő esetében annál is inkább fontos, mert vele szemben létesül a milánói pavilon. A milánói pavilon körül az a gyönyörű szép közpart, amit Erzsébet ligetként már most a karcagi lakosság birtokba is vehetett, és azt látjuk, hogy messze, akár messze földről 15-20 kilométerről is érkeznek erre a játszótérre családok, hogy kikapcsolódjanak. Ez is a térség kohézióját növeli, az egymás szolgáltatásai iránti érdeklődést is növeli, és akik ide jönnek akár Karcagra, akár a Tiszató térségébe, vagy a Nagykunsárba, azok azt tapasztalják, hogy folyamatosan szépülnek a települések, folyamatosan egyre élhetőbbé válnak, fejlődik az infrastruktúra, megújulnak az utak, kerékpárutak létesülnek, az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatás újabb lendületet kap, és ezeknek az összessége kell, hogy megjelenjen akár az önkormányzatok gazdálkodásának a javulásában is, és azt látjuk, hogy nagyon jelentősen nőtt, tehát a gazdasági növekedést meghaladó mértékben, az éves átlagos gazdasági növekedést meghaladó mértékben nőtt, például a Nagykunsárban az önkormányzatok adóereje. Ez magával hozza majd azt is, hogy a képzés, a szakképzés, akár a felsőoktatás beindulásával, vagy új szakok indulásával a szolnoki főiskolai kampusz, vagy a Jászberényi Katolikus Egyetemnek az ottani műszaki képzésével, a kampusz beindulásával további szakképzett munkaerő áramolhat a térségünkbe, ami további gazdasági növekedési folyamatokat generálhat, és látjuk, hogy nagyon jellemes vállalkozók dolgoznak a térségben. Itt van Európa, de az is lehet, hogy a világ legnagyobb konzerv üzeme, amely csemege kukoricát és zöldborsót dolgoz föl, és itt épülnek olyan gyárak, olyan üzemek, amik akár az építőipar számára nagyon fontos beszállítói hátteret tudnak képezni a jövőben. Tehát Karcag is egyre inkább fölveszi azt a pozíciót, ami neki a Nagykunsár fővárosaként kijár. A hamarosan megérkező M4-es és a karcagi keleti elkerülő úthálózat pedig egy olyan minőségi váltást eredményez, ami mellé akár egy vasúti logisztikai bázis is megtelepülhet Karcagon, és ezzel együtt nem csak az országon belüli, és nem csak az Európán belüli, hanem a kontinensek közötti kereskedelmi kapcsolatok egyik csomópontjává is válhat a város, amihez nyilván nekünk előre föl kell zárkozni, előre föl kell venni a ritmust, és előre olyan beruházásokat kell az önkormányzatokkal közösen tervezni és megvalósítani, és ezekhez forrásokat biztosítani, ha kell, akkor akár többletforrások lehetősége is, ami tükrözi a Magyarország kormányának a gazdaságpolitikáját, és tükrözi azt is, hogy a térségnek milyen elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy a gazdaság élénküljön, és az adottságainknak leginkább megfelelő beruházások érkezzenek a térségbe, amik a lakosság tetszését is el tudják nyerni, az itt élőknek az életminőségéhez hozzájárulnak, és a foglalkoztatással, a magasabb fizetéseket is lehetővé tévő munkahelyek ide településével növekedhet a családoknak a költségbíró, költségviselő képessége, és akár további otthonfelújítási, iskolafelújítási, vagy akár új egyetemi főiskolai képzésre beindulásához szükséges beruházásokra is szükség lehet a jövőben. Mi ezt tervezünk 2030-ig, és nagyjából 2030-ra, mivel az M4-esnek a nyomvonala teljesen keresztül halad a vármegyén, addigra ezeknek a projekteknek készen is kell állniuk. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen.